1981-ben a mozgássérültek nemzetközi évében vetődött fel az a probléma, hogy Budapesten van két olyan intézet, amelyikben mozgássérült fiatalok élnek, a rehabilitáción túl vannak, de nincs lehetőségük a továbbmenetelre. Két lehetőség van, vagy elmennek szülőkhöz, vagy bekerülnek öregek otthonába. Értelemszerűen minden mozgássérült fiatalnak, aki a szüleihez nem tudott hazamenni, probléma volt a további megélhetésének a kérdése. Ebben próbált a KISZ Budapesti Bizottsága segíteni, amikor felvetette a gondolatot, hogy a mozgássérültek évében kezdeményezünk egy rehabilitációs akciót, amelynek keretében felépítenénk bizonyos számú lakást egy olyan területen, amely alkalmas mindenben arra, hogy ott tolókocsival közlekedjenek. Biztosítjuk ezeknek a fiataloknak a megélhetését is, tehát munkahelyet teremtünk részükre. Az akció a munkahelyen indult, még 1981-ben létrejött egy gazdasági társulás, amelynek keretében számítástechnikai munkával foglalkoztattunk először 40 fiatalt, akik a mozgássérült lakótelep első ütemének tagjai voltak. Ugyanebben az évben létrejött a Mozgássérültek Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezete, amely a beruházói feladatokat volt hivatott ellátni, hiszen a KISZ Budapesti Bizottsága erkölcsi és jelentős anyagi támogatást adott, de mint szakberuházó, mint tényleges tevékenységet folytató szerv nem működhetett. A fővárosi tanács rendelkezésre bocsátott Pest Hidegkúton a második kerületben egy elég nagy területet, amely sík, megfelelő közelségben minden infrastruktúra rendelkezésre állt. Ezen a területen elkészült a beépítési terv, amely szerint 94 lakást lehet fölépíteni. Lehetővé vált azt, hogy mintegy 10.000 forint per négyzetméteres áron sikerül ezeket a lakásokat megépíteni, amelyek olyan speciális elemekkel rendelkeznek, mint a konyhabútor, a fürdőszoba berendezések. A küszöbről meg az ablakok parapet magasságáról nem beszélek, mert az gyakorlatilag ma már közhely ezen a területen is. A mozgássérült fiatalok, akik a lakásépítő szövetkezet tagjai lettek, 50.000 forintot fizettek be a lakásokért fejenként. Ehhez kaptak 340.000 forint kedvezményes hitelt, 35 éves lejárattal, 1%-os kamattal, majd később ezt meg kellett oldani egy 60.000 forintos személyi hitellel, néhány olyan infrastruktúrális kérdés miatt, amit a fővárosi tanács nem tudott központi alapjából finanszírozni. Mint ahogy ezt a bevezetőben már említettem, a munkahely jött először létre egy gazdasági társulás formájában, amely már 81 óta foglalkoztatta ezeket a fiatalokat, és a BKV által rendelkezésre bocsátott hidraulikás autóbusz segítségével sikerült elérni azt, hogy őket minden nap, amíg nem költöztek ki, szállítottuk a Marcibányi térről a Pest Hidegkúti munkahelyre. Kiköltözésük után a filmen is látható korszerű munkahelyen dolgoznak, amely légkondicionálással van ellátva, és egy nagyon korszerű adatrögzítőgépet helyezett a Pénzügyi Számítástechnikai Intézet ebbe a terembe, amelynek segítségével biztosítani tudjuk azt, hogy ezek a fiatalok megérhessenek. Néhány szót szeretnék szólni még arról, hogy a Rosmarink TS gesztorsága mellett működő gazdasági társulás továbbfejlődött, és 1985. január 1-ével a termelőszövetkezet leányvállalataként dolgozott, és ez a leányvállalat kapta a Rodáta nevet, amelyik a gazdasági társulásból fejlődött ki. Leányvállalat azon túlmenően, hogy elsődleges feladataként kezeli a mozgássérültek foglalkoztatását és a mozgássérült lakótelep továbbfejlesztését, tehát nyereségének egy jelentős részét is arra a célra fordítja, hogy azt a környezetet szépítse, építse, fejlessze, ahol ez a 80 mozgássérült jelenleg él. Thank you.
Megalapítottunk egy utazási irodát is Picnic Tours néven, amelyik elsősorban a mozgássérült turizmus kifejlesztését tette feladatává, itt részben, mint egy szállásbázisra építve a lakótelepet, fizető vendéglátószolgálat keretében tudunk külföldi mozgássérülteket foglalkoztatni, részben a speciális autóbuszunk segítségével tudunk olyan belföldi utakat szervezni mozgássérültek részére, amelyre jelenleg más utazási iroda nem képes. Ezeket a programjainkat azonban önköltségi áron csináljuk, ismerve a mozgássérültek szűk anyagi lehetőségeit, de hát sajnos még így is elég borsos árakat tudunk elérni akkor, amikor nem belföldi, hanem nyugati relációi utat próbálunk szervezni. Ezt részben azban kompenzáljuk, hogy a nyugatiak számára szervezett mozgássérült utakat megfelelő áron értékesítjük a nyugati piacon, részben pedig azzal, hogy mezőgazdasági szakmai programokat is szervez az utazási iroda, amelynek nyereségéből próbáljuk azt az árrészt biztosítani, amelyik az iroda minimális nyereséggel működő szervezetként történő üzemeltetését biztosítani tudja. Thank you.